A Szekszárdi Thai Box Egyesületnél nyáron sem állt meg az élet. Ugyanúgy folytatottak az edzések, mint tanév közben, sőt, nyári táborokkal is tarkították a felkészülést, ahová az egyesület növendékei mindig szívesen mennek. A távol-keleti küzdősport népszerű a fiatalok körében, fiúk és lányok egyaránt választják sportolási lehetőségként ezt a mozgásformát, folyamatosan csatlakoznak új tagok is az egyesülethez. Ugye a mai világban mindenképpen szélszerű az, hogyha választunk egy ilyen férfias sportot, és úgy gondolom, hogy a mai világban célszerű az, hogyha meg tudjuk védeni magunkat, és ezért választottam ezt a sportot, mert úgy gondolom, hogy ez tökéletes erre. Munkában voltam, és összebarátkoztam egy vásárlóval, és akkor ő mondta azt, hogy Szekszárdon van ilyen lehetőség, fölhívta, így felvettem a kapcsolatot az itteni edzővel, és akkor azt mondta, hogy van hely, jöhetek, és így csöppentem itt Szekszárdon ebbe a sportágba bele. Szeptember 30-án kezdtem tavaly, úgyhogy lassan egy éve. Mindenképpen csak hobbi szinten, és támogatni a csapattársaimat és a versenyzőket. Az idei nyár különlegessége az volt, hogy a klub tagjai részt vehettek a Szentendrén megrendezett Muay Thai Island táborban. Ennek a tábornak a jellegzetessége, hogy minden évben meghívnak egy táj nagymestert. Az idei évben a Koh Phangan szigetről érkezett Kru Suchin Kanchanasuvan mester. Ő többszörös világbajnok, de a legbüszkébb a Dél királya kitüntető bajnoki címre, amit úgy nyert el, hogy egy éven keresztül minden hétvégén meccselt, tehát ez 52 mérkőzést jelent, és mindegyiket megnyerte. Tehát ez egy elképesztő emberi teljesítmény, úgy gondolom. Ő vezette a tábort, több szekszárdi sportolónak is lehetősége nyílt egy külön edzésre vele. Tehát Sprobár Robert és Beck Jenő mesterek szervezik, ők a keményvonalas, professzionális tájföldi tájboxot képviselik szívvel, lélekkel. Az edzések is ennek megfelelően a tájrendszerhez igazodtak, tehát reggel 6 órakor, fél hétkor kezdődött egy 10 km futással, és akkor utána 10-től délig egy nagyon kemény edzés, volt egy kis pihenőnk, és délután 4-től 6-ig szintén legkülönfélebb tájbox technikákat tanította a mester. Szeptembertől azonban újra munka vár az egyesület sportolóira, kezdődik a versenyszezon, amire alaposan fel kell készülni, ha eredményesek szeretnének lenni. Müller Gergő fogja kezdeni a szezont. Szeptember 3-án Veresegyházán a Golden Muay Thai kupán, ezután következik az utánpótlás magyar bajnokság, aztán a felnőtt magyar bajnokság, aztán a Monor kupa, aztán a Jubileum Thai Box kupa. Gyakorlatilag megyünk végig a magyar amatőr Thai Box összes fontos állományán. Remélem, hogy sok jó eredménye. Egyelőre még a régi squash pálya termeiben zajlanak az edzések, a jövőben azonban nem biztosított ez a helyszín. Erről is beszélt Ördög Péter. Hogy a szekszárdi jégkorong egy önkormányzattal kötött korábbi működési megállapodás alapján öltözőket szeretne csinálni itt az edzőterem helyén, és az ő szempontrendszerük szerint a mi általunk kötött, a szekszári sportközponttal kötött bérleti szerződés az nem érvényes. És ez teljesen ellehetetleníteni az egyesületünket, de nem csak minket, hanem a Szekszárd egyik legeredményesebb sportegyesületét, az Aliszka Tekvándót is, és úgy tudom, hogy a téli teniszedzéseket is. Tehát most várjuk az önkormányzat állásfoglalását ez ügyben. Bízunk benne, hogy pozitív elbírálás alá esik a kérelmünk, és a jövőben is fent tudnak maradni ezek a sportágak Szekszárdon. A bizonytalan helyzet ellenére a klub teli van tervekkel, készülnek a soron következő versenyekre, valamint egy kezdőcsapat toborzásán is dolgoznak, hiszen a sport népszerűsítése szintén fontos cél számukra.